Meglepően negatív kritika jelent meg Deák Kristóf Mindenki című filmjéről a 444.hu-n. Az újságíró kritikájában úgy fogalmazott, tegyük a szívünkre a kezünket, hiába kapott Oscart, nem igazán jó film a Mindenki. A Mokkában most Gyárfás Dóra újságíróval és Réz András filmesztétával vitatjuk meg Deák Kristóf alkotását. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Véleményt szeretnék kérni első körben a filmről, mind a kettőtök részéről. Én nagyon rövid leszek, fontos és tisztességes film. A fontos abból a szempontból, mert az Oscart elnyerte, vagy fontos a mondani valóját tekintve? Ugye két hete összerántottunk egy beszélgetést, akkor még nem volt Oscaros, hogy dumáljunk róla, mert ennek a filmnek van egy fantasztikus értéke, ez ott bebizonyosodott, hogy kérdéseket tesz föl, amelyekre mindenki a maga módján és másként válaszol. A 20 ember között nem volt két olyan, aki ugyanúgy értelmezte volna a filmet. És ott ültünk, és azt mondtuk, hogy ez rohadtul jó dolog, mert ha most megpróbálnám felidézni, hogy mikor volt utoljára olyan magyar film, amelyik ilyenfajta közös együtt gondolkodást, vitát indított volna el, hát szóval nem könnyű mondani. És az egy nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor másfél óra elteltével úgy mentek el, hogy bocs, figyelj, még lenne itt egy dolog, amiről nem beszéltem. Na most, ha ez így van, akkor ez valószínűleg fontos film mindannyiunknak. Egyébként én is annyiban ehhez mindenképp tudok kapcsolni, megjelent még egy negatív kritika 444 óta, az a hvg.hu-n, illetve azt sem tudom biztosan, hogy kritikának nevezhetjük-e őket, mert egyiket sem filmhez értő kritikusok írták, hanem egyéb újságírók a hozzá nem értő véleményük alapján, az egyikük még névvel sem vállalta, úgyhogy én azt sem tudom, hogy erről érdemesebb beszélni, ha valaki véleménycikket ír név és arc nélkül. De visszatérve a HVG cikket, volt egy olyan mondata rögtön az elején, hogy ez a film általában hat, hogy az emberek azért szeretik, vagy azért ismerik el, mert hat rájuk, és mert az üzenete szimpatikus a számukra, pedig a film minősége ettől független. És így néztem, hogy most ezt újra el kell olvasnom, ha egy film hat, és szerint ettől még nem jó film, akkor ez hogy van? Nem az a film célja, hogy hasson? De és hogyha nem azokkal az eszközökkel hat, szívemből szóltál, akkor végül is jó film vagy nem jó film, ha hat? Valami egészen elképesztő, hogy most már egymás után követő két évben itt vagyunk, és Oscart ünneplünk. Szerintem ez fantasztikus. És még valami, hogy ez fantasztikus. Mind a kettő első filmes. A tavalyi film egy első játékfilmét készítő fiatal rendezőnek a munkája, akinek mondjuk előtte volt már három rövid filmje. Ez pedig egy annyira fiatal alkotónak az első munkája, az első rövid filmje. Ez olyan elképesztő, hogy ezt nem is lehet egyszerűen hova fokozni. Tehát valaki az első rövid filmjével Oscar díjat nyer. Hát gyertek, én az Oscar nem lihegném túl azért ennyire. A 444.hu-ból ugye a dilemma, hogy ez a morális dilemma, ami a filmben megjelenik, ezt a dilemmát rest kifejteni a forgatókönyv, és ezt a restséget hivatott pótolni az, hogy majd csavarunk egyet a végén, és a poéntól összeáll az egész. Rossz hír, nem áll össze semmi, mert nincs miből. Hát itt... ez egy kicsit vagdalkozásnak tűnik. Igen, hogy azon túl egyébként meg a kritikának a végén ugye visszaköszön egy pici magyarázat, hogy ez bár mindez lehetne azzal védeni, hogy Deák filmje rövid film, és a műfaj sajátossága adódóan nincs benne elég hely a mélység. Figyelj, ő így látta jogában gyerek, vélemény. Ez teljesen rendben van. Az egy másik kérdés, arról például érdemes beszélgetnünk, hogy a filmnek kell-e válaszokat adnia. Ugyanis nekem a Mindenki pontosan arra a példa, hogy gyerekek, valószínűleg a válaszokat mi keresgéljük. Ha csak nem tátikázó majmok vagyunk, akik azt mondják, hogy majd helyettünk a véleményt is meg fogják mondani. Vitatkozz, döntsd el, hogy a... De nem, itt szerintem teljesen egyértelmű ez a film, én azért nem értettem ezt a részét a kritikának, utána még tovább megy abban, hogy azért nem érti, vagy azért nem áll össze a számára, mert ugye itt egy kórusról van szó, ahol bizonyos gyerekeket nem engednek énekelni, csak tátogni, és úgy vágnak vissza ennek a kórusvezetőnek, hogy a mindent eldöntő koncerten mindannyian tátogni kezdenek, majd a film végén mégis fölcsendul a kórus, és nem érti ez az újságíró, aki ugye nem tudjuk, hogy ki, és nem filmes szakértő, hogy lehet ráúsztatni a végén egy hangot, miközben a film végén elvileg tátognak, amivel elárulja, hogy nem ismeri a filmes eszközöket, és nem tudja értelmezni. De Dork, ez nem az a film, amihez feltétlenül filmtudornak kell lenni. Tehát még az sem biztos, hogy amit én látok benne, az bármivel jobb, mint amit bárki más. Ez a legegyszerűbb, legvilágosabb beszéd. Valójában... Nem értem, hogy mit értesz azzal, hogy nem adja meg a választ. Ez a film arról szól, legalábbis a számomra,
számomra, hogy, de szerintem tényleg egyértelmű az üzenete, hogy ha valakit el akarnak hallgattatni, abban nem szabadna belenyugodni, és ha valakit el akarnak hallgattatni, akkor majd mást is el akarnak hallgattatni, mert kiderül, hogy ebben a kórusban nem egy gyereket kényszerítenek arra, hogy tátogjon, és ezen csak akkor változtathatunk, hogyha együtt fellépünk ellene. Ennyire egyszerű, nem? Erről szól. Figyelj, a vége az pontosan az, amit mondtál, amelyik azt mondja, hogy igenis a világ megváltoztatható, ne tűrd el, hogy megalázott legyél, ne tűrd el, hogy a rendszer rád kényszerítsen valamit, amiben nem érzed jól magad, ami bánt, ami hát az emberi méltóságodat zavarja. Szóval az tök világos, a többi meg olyan, hogy lehet beszélni arról, hogy egyenlősdi, meg az elit, lehet beszélgetni arról, hogy mi legyen azokkal, akiknek nincsenek adottságai, lehet beszélgetni arról, hogy élet csinálod a világodat, vagy szurkolónak minősítenek, aki soha nem lett a saját életének az ura. Lehet beszélgetni a jó szándékú emberekről, akik nem tesznek egyebet, mint a keret által adott lehetőségek között azt mondják, hogy én megpróbálok jó lenni, hiszen Erika néni nem szörnyetek, félreértés ne essé. Beszélhetsz a hetesekről, az ügyeletesről, akik az óra elején olyan furán szolgalelkűek, és egyszerre csak kiderül, hogy arról beszélünk, hogy hogyan élünk, miben élünk, milyen a mi életünk, milyen görcseink vannak. Én meg azt gondolom, hogy azért ilyen sokszínű a világ, és azért élünk ebben a demokráciában, amiben élünk, hogy mindenkinek meg lehet és meg kell, hogy legyen a véleménye. Én maximálisan elfogult vagyok, de nem ítélem el azt, hogyha valakinek más a véleménye, mert én ismerem ezeket a gyerekeket, bent voltak nálunk, ismerem azt, aki felkészítette őket a kórusra, tehát arra az egész filmre, és amikor Deák Kristóf fölállt és elmondta a beszédét, és átvette az Oscar-díjat, akkor ott elolvadtam. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem lehet ebben szubjektívnek maradni. Nem, csak miért ír az ember utána, egy ilyen díj után egy olyan cikket, amiben gyakorlatilag a filmet hibáztatja azért, mert elnyerte a világ legnagyobb figyelmét elnyerő díjat, és azt mondja, hogy nem érdemelte meg, sőt a HVG cikk az tovább megy, szinte károsnak ítéli, hogy ez a film elnyerhette ezt a díjat. Én ezt nem értem. Kicsit olyan törvényszerű, nem? Értem. Így, és egy picit igazságbajnoka attitűdöt érzek mögötte, mint hogyha úgy éreznék, hogy nem, de mi kimondjuk, amit senki nem mer kimondani, igen, hogy ez a film nem érdemelte meg. Nem, én erre gondoltam, hogy ez törvényszerű, tehát annyira törvényszerű volt, hogy megjelenik majd egy ilyen, bocsánat, egy ilyen kritika, ami lehúzza a filmet. Esküszöm vártam. Tehát annak ellenére, hogy ez egy örömóda, egy fantasztikusan nagy siker, biztos voltam benne, hogy megjelenik előbb-utóbb egy olyan, aki kezdi a filmet. Figyelj, hadd jelenjen meg. Mikor olvastuk utoljára? Egy 24 perces rövid filmről. Mm-hmm. Igen, így van. Ilyen hosszú dolgozatokat. Így van, ez nagyon fontos. Beszéljünk a színésznőről, akibe én azóta szerelmes vagyok, mióta a Terápia című sorozatban láttam, és ugye azt folyamatosan nyomon követtem, mondjuk amúgy is sorozatfüggő vagyok egy pár dologban. Róla mi a véleményetek? Hát ő egy tényleg nagyon jó színésznő, akinek most arra teljesen beérett a tehetsége, és sokan használják. Ebben az évben a Mart Fűrénben is egy nagyon komoly szerepet játszott, és el is nyerte idén a filmkritikusok díját. Ezen kívül hát most már nem a Pintér Béla társulat tagja, de előtte a Pintér Béla társulatában is meg tudta mutatni nagyon sok oldalról a tehetségét, és például a Szutyok című előadásért színi kritikusok díját is kapott, tehát ő egy olyan színésznő, mellesleg az általános iskolai osztálytársam volt. Igen, aki, tehát hogy ő úgy érzem, hogy most van a tehetsége virágjában, és remélem, hogy még sok nagy feladat vár rá, sőt úgy tudom, hogy ez így egészen is biztosan van. Így lesz. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy befáradtatok és elmondtátok a véleményeteket. És jó, hogy nekünk is most akkor egy ilyen. És egyébként még másfél órán keresztül tudnánk erről beszélgetni. Tudnánk, hál' Istennek. Köszönjük szépen. Köszönjük.